menjetek el, ugyanis hát mindjárt meg is tudhatjátok rögtön, hogy kik a nyertesei ennek a versenynek. Ehhez viszont a zsűritagokat szeretném a színpadra kérni. Kettő magyar zsűritagunk volt és kettő külföldi zsűritagunk. Úgyhogy mindjárt meg is kérem itt a segítőket, hogy segítsenek felterelni őket. Az első zsűritagunk Csehországból érkezett hozzánk. Siaat köszöntsétek a színpadon, nagy tapsot kérek szépen neki. A második zsűritagunk Oroszországból érkezett, Moszkvából. Felidejét kérjük szépen a színpadra, nagy tapsot kérek szépen neki is, a kis segítséggel jön. És a magyar zsűritagunk Zakari, akit a színpadra kérnék, nagy tapsot kérek szépen neki is, és a negyedik zsűritagja én voltam ennek a versenynek, és hát szeretném elmondani a zsűriről, hogy mindenki valamilyen formában nagyon régóta benne van ebben a cosplayes világban, sok versenyt nyertek, közben már, mint ahogy Zakari is, például saját brandet alapítottak, nem egy versenyt végigcsináltak már, és nehéz volt a döntés, amit meghoztak. Kettő fődíjunk van, egy egyéni kategóriában, egy csoportos kategóriában. Emellett minden zsűri kioszt egy saját díjat, ami ugyanolyan díj, mint a többi. Valamit megláttak abban a versenyzőben, amit mindenképpen díjazni szeretnének. Úgyhogy én kezdeném a kettő fődíjjal, majd utána minden zsűri kiosztja a saját favoritját. Egyéni kategóriában, annyit én elmondok, hogy elég komoly pénzdíjazása van ennek a versenynek, tehát összesen 100 000 forintot osztunk szét a versenyzők között. Az egyéni kategóriában a fődíjat Zsikla Gergely kapta a Thanos jelmezével. Nagy tapsot kérnénk szépen neki. Nem tudom, hogy még a jelmez van, de valószínűleg már nem, de itt van. Az okleveledet és a borítékodat ne felejtsd el. Nagy tapsot, maradj itt a színpadon velünk, jó? Tehát itt van hely mellettünk, úgyhogy maradj itt. Nagy tapsot szépen kérek szépen még egyszer a legjobb kosztümnek egyéni kategóriában. És hát van egy legjobb csoportunk. Jaj, ne ezt még egyszer kell mondanom. A legjobb csoportod a Super Califrag... Ó, oh, gyerekek, ne! Szóval Super Califragilistic Exceptional Drusius nyerte Mary Poppins. A kiemelkedő varrási technikákért, a nagyon letisztázott munkáért, és az előadást is nagyon megdicsérte utólag a zsűri, úgyhogy gratulálunk szépen a legjobb csoporthoz. És hát vannak a zsűri díjaink, amit mindjárt ki is osztok egy pillanat. Odaadjuk minden zsűritagnak a kezébe a saját választottját. Speaking only English, I would ask you to tell a few words about your favorite. Tehát igazándiból minden zsűritag el fogja mondani pár szóban, hogy miért választotta ezt a versenyzőt. Igen, sajátom, megvan. Tehát kezdeném a saját, kezdjük Zakarival. Nekem a szempontom az mindig az, hogy mennyi időt fordítanak rá, és ennyi idő alatt még minőséget tudnak kiadni a kezekből. Én nagyon-nagyon szeretem azt, hogyha nagyon odafigyelnek arra, hogy minél ötletesebben meg tudják csinálni a staffokat, vagyis a kiegészítőket, legyen ez akár fegyver, vagy bármi. Imádom a kreativitást, és imádom, hogyha valakik nagyon jól tudnak csoportban dolgozni, ezért nálam a Scarlett Crusade nyert! Gratulálunk!
szépen még egyszer a Zakari külön díjának. És hát az én külön díjasom, amiatt én ezt a karaktert, illetve ezt a versenyzőt választottam, az az, mert megmutatta, ugye egy nagyon nagy, viszonylag nagy tévhit a cosplayben, hogy csak hatalmas nagy jelmezekkel lehet nyerni, és bár ti lehet, hogy ti nem láttátok ezt ide fent a színpadon, de amikor mi megnéztük ezt a versenyzőt közelről, az összes pici dolog, amit elkészített hozzá, a textúrák, minden nagyon-nagyon közelről abszolút hiteles volt, és egyébként utólag a színpadi előadás is rettenetesen hiteles volt, és szeretném díjazni ezt, hogy meg tudtam mutatni azt, hogy egy nagyon egyszerű jelmez, sem biztos, hogy olyan egyszerű, mint ami ennek látszik, ezért az én választottam Bene Nicoletta, Harry Potter, Bellatrix Lestrange. Nagy tapsot kérek szépen neki. A választottat csak, hogy megkönnyítsem a nevek kiolvasását a zsűrinek, és hogy elmondják, hogy miért választották. Igen, a csehországi zsűritagunk választottja Pók Nikolett lett. I picked this girl because she made a lot of work and I just love the overall effect because I think the illusion of the of like four hands is just amazing and she even paid attention to toes. So I just loved her her view on details and I believe she can do much more in the future. Tehát aki esetleg ugye nem tud angolul, azt mondta ugye Sial, a zsűritagunk, hogy nagyon-nagyon sok minden van ebben a lányban, tehát sok részletre figyel, a négy kézzel az ötletesség, tehát abszolút benne van, és nagyon-nagyon sok extra dologra lesz még képes a jövőben, tehát mindenképpen érdemes ezen dolgoznia, és nagyon szerette azt, hogy tényleg a sok pici részlet, a lábkörböktől kezdve minden ott volt, és az egész karakter nagyon átjött belőle, úgyhogy nagy tapsot kérek szépen neki! És az oroszországi zsűritagunk, Felida, ő egy csapatot választott szintén, akik pedig nem más, mint a Karib-tenger kalózai. And this was a tough choice because guys in Hungary, their cosplays were amazing, but these guys were just like love from the first sight. They are just gorgeous and wonderful, so artistic. And I am sending all my love from Russia to Pirates of the Caribbean. Azt mondtam, ugye Felida, hogy a szerelem volt első látásra, és hogy vegyétek az bár, igen. Tehát szerelem volt első látásra, nem csak a karakterek maguk, de ahogy átadták a karaktert, a szimpatiasság, a megjelenés. Tehát mondta, hogy sok-sok szeretetet küld nektek Oroszországból. Nagy tapsot kérek szépen a Felida választottjának. És hát nagy-nagy tapsot még egyszer az összes nyertes jelmeznek, és nem csak a nyerteseknek, hanem az összes versenyzőknek, akik ma megjelentek, mert nagyon-nagyon nehéz volt választani. Megnéztek minket legközelebb is. Köszönjük szépen. Akit pedig érdekel, cosplayes előadás indul a kis színpadnál. Az oroszországi zsűritagunk fog előadni az oroszországi cosplayről. Úgyhogy akit érdekel, hogy Oroszországban milyen cosplayek vannak, az jöjjön át és hallgasson meg minket. Köszönjük! A képeket majd a cosplay.hu-n tudjátok majd megnézni, és általában is érdemes követni.